Klasztertag, toborzót és tájékoztatót szervezett Mezőkövesden a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara október 6-án. A Borsod-Abaúj Zemplén megyei képzési klaszter, avagy a gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőtt képzési együttműködések a megye húzó ágazataiban című támokos projekthez kapcsolódó toborzót és kommunikációs tréninget a közösségi házban rendezték meg. A megnyitó után Németh Zsolt, a BOKIK szakképzési vezetője ismertette a duális képzés rendszerének felépítését, szakoktatásban betöltött szerepét a jelenlévő vállalkozóknak és cégek képviselőinek. Emellett beszélt a megyei szak- és felnőtt képzési klaszter létrehozásának céljáról, a klaszter tagság előnyeiről és feltételeiről. Az előadás után a résztvevők kötetlen beszélgetés formájában osztották meg egymással, elsősorban a szakképzéssel kapcsolatos tapasztalataikat, gondolataikat.